Ronnie és Jody Walker egyáltalán nem aggódik a nyugdíjas éveik miatt. 22 év után eladták szállítmányozási vállalatukat, így biztosítva jövőjük anyagi biztonságát. Mindezt a hit egy lépése előzte meg. Mindössze egy asztal, egy hintaszék, telefon és számológép állt rendelkezésünkre. Ez még a személyhívók készülékek korában volt, így egyikünknek mindig figyelnie kellett. Bár mindjárt induláskor sikerült megkötniük egy komolyabb szerződést, a kezdeti évek küzdelmesek voltak. A bevételeiket számlákra, valamint tizedre és adományokra költötték. Az iroda falára kifüggesztettük, adjatok, nektek is adatik. Így éltünk, szerettünk adakozni. Bíztak egy bibliai elvben, amit a 700-as klubon keresztül tanultak meg, talán így nevezhetnénk, a szeretet kölcsön elve. Pat tanított arról, hogy ha adunk, akkor bátran várhatunk is vissza. Persze nem csak pénzben, akár időben, egészségben, de mindenképpen megtérül. De el kell várnunk, hogy a kölcsönünk megtérül. Tudtuk, hogy Isten hűséges. Ha adakozunk, ő hűségesen gondot visel a mi szükségeinkre. Azután elindult a növekedés. 22 év után el tudták adni a vállalatot a nyugdíjas éveikre elegendő profittal. Az eladáskor 70 kamionunk volt, 150 sofőrünk és még a kisegítő személyzet. Az a pénz, amit a vállalatért kaptunk, bőven fedezi a nyugdíjunkat. A házaspár azóta is tevékeny, nyitottak egy joghurtos üzletet, amit szintén profittal adtak tovább. Rendszeres bevételt képeznek ingatlan befektetésekből is. Sikerük kulcsának az igének való engedelmességet és Isten hűségét tartják. Ő minden javunknak a forrása. Amikor neki adunk, akkor az ő országába fektetünk be. Így más embereknek is áldása származik belőle. A CBN az egyik szervezet, ahová rendszeresen küldenek adományokat. Nemrég Jody születésnapi ajándékát egy vadonatúj kutat is megvásároltak. Ó, Istenem, annyira örültem! Walkerék jól a szívükbe vésték, hogy anyagiakban mindig számíthatnak Istenre. Engedelmesnek lenni és adakozni, ez életünknek a legnagyobb része. Isten szereti a gyermekeit, és meg akarja őket áldani. Az ige is figyelmeztet, hogy ne dobjuk el a reménységünket, mert akik az Úrban bíznak, soha nem fognak megszégyenülni. Mindenkinek ki kell próbálnia, bízni kell az Úrban, ő soha nem csap be.